Köszöntelek szeretettel benneteket, kedves testvéreim, és köszöntöm kedves barátainkat, és köszöntöm kedves vendégeinket az Úr Jézus Krisztusban. Hálás az én szívem, hogy itt lehetek még köztetek, és hogy megtartottam életünket, és ti is itt vagytok velünk. Különös öröm számomra, amikor szolgálhatok néktek, és szeretnék néktek is örömötökre szolgálni. Két forrásból merítem mindig a szolgálatot, az egyik a Biblia, a másik pedig a prófétaság lelkének írásai. És el szeretném mondani azt, hogy tulajdonképpen lehet, hogy nem mondok semmi újat, de ha ez olyan, hogy már hallottátok, akkor legyen ez olyan mindennapi kenyér az asztalon, hogy ne mondjuk meg, mert ez az életünket biztosítja, mint a mindennapi kenyér. És hát az ismétlés a tudás anyja. Külön megköszönöm ezeket a szolgálatokat, hiszen ha áment mondanák is, már kerek lenne ez a szolgálat. Különösen megköszönjük a fiatal legényeknek ezt a trió szolgálatukat. Úgy elgondolkoztam, hogy hány ifjú ember és lány teszi tönkre életüket zenével, a különböző szórakozó helyen zülve, részegen is, uram, bocsáss, kábítószerekkel betáplálva magukat, jönnek haza a szüleik sírására és örömére. És adjatok hálát a Jóistennek, hogy ti nem ezek közé tartoztok. A mai témánkként azt választottam a Biblia alapján, hogy mi a célja életünkben Istennek a megpróbáltatásokkal. Nem új ez, azt hiszem, számotokra, de Istennek van egy célja, és ahogy látjuk az események fejlődését, egyre gyakoribbak lesznek az Isten gyermekei számára a megpróbáltatások, és egyre súlyosabbak lesznek, és felmerül a kérdés, hogy miért engedi meg Isten a megpróbáltatást. A tegnap múlt két hete egy különös megpróbáltatás érte a feleségemet. Lehet, hogy ez is adott még különös indítást, hogy erről beszéljek. Egy ilyen megszédülés történt, hozta föl a kukoricát főzni így fazékba, aztán amikor föllépett a lépcsőn, az udvarból hozta, a rózsafák közé lépett, és mindegy 50 centiről hanyat vágódott föl ki az úttestre, illetve az autó bejáratára, ahol ilyen betonnal szegélyezett bejáró volt, és még szerencsére, hogy nem a feje a betonra, hanem ugye a földön. Hát mentünk utána, ott volt a lánykori barátja Novák Erzsi Pécsről, aztán itt csodálkoztunk, és szegény jajgatott. Azt mondja, hova kerültem, miért vagyok itt? Egy bizonyos megszédülés volt, nem reggelizett, szorgalmas volt, talán többet akar tenni, mint ami erejéhez képest, és hát azonnal hívtuk a mentőket, és azt állapították meg, hogy két orrbordája eltörött jobb oldalt, egy ilyen rándulás érte, egy zuzódás, annyira, hogy majd holnap után is menni kell még utólagos vizsgálatra. Hát ugye ez az oldalborda törést én is megtapasztaltam két évvel ezelőtt, mikor Pintér Otto testvérünk hozott ide, aztán mondtam, hogy na így Kanizsár, hát nem ide, hanem Kanizsára mentünk. Forduljál be itt Kanizsára, ez a beforduló, be is fordult az aranyos, de nem állt meg, mert ugye szembe jövő forgalomnak mellette kellett volna eljönni. Aztán egy sebesen közlekedő BMW jött, és az oldala, ahol értem, belém. Hát én nekem is oldalbordó is sem történt. Hát nem panaszkodhatunk egymásra, hogy miért ez, miért érte. Bár a feleségem feltette a kérdést, apa, te azt prédikálod, hogy akik Istent szeretik, minden javukra van. Hát most ez hogy történik? Hát mondom, ezt erre nem tudok most választ adni, de valószínű, a Jóisten megadja mindenre a választ az életben majd a végén, hogy miért engedte meg, és miért engedi meg a próbát életünkben. Ez a témához alapigeként olvasnám a Péter apostol leveléből a következő igéket, Péter apostol első levelének a 4. fejezetéből,
ahol hát itt leírja az apostol ennek a próbának az értékét, hogy miért engedi meg az Isten a próbát. Így fogalmazódik meg az első levél 4. fejezetének a 12. versétől olvasom az igét. Szeretteim! Ne rémüljetek meg attól a tűztől, amely megpróbáltatás véget támad köztetek, mintha valami rémületes dolog történne veletek. Sőt, amennyiben részetek van a Krisztus szenvedéseiben, örüljetek, hogy az ő dicsőségének megjelenésekor is vigadozva örvendezhessetek. Boldogok vagytok, ha Krisztus nevéért gyaláznak titeket, mert megnyugszik rajtatok a dicsőségnek és az Istennek lelke. Amit amazok káromolnak ugyan, de ti dicsőítettek azt. Mert senki se szenvedjék közületek, mint gyilkos, vagy tolvaj, vagy gonosztevő, vagy mint más dolgába avatkozó. Ha pedig, mint keresztény szenved, ne szényelje, sőt, dicsőítse az Isten. Mert itt az ide, hogy elkezdődjék az ítélet az Isten házán, ha pedig először mi rajtunk kezdődik el, mi lesz azoknak végük, akik nem engedelmeskednek az Isten evangéliumának? És ha az igaz is alig tartatik meg, hova lesz a zsiszentelen és a bűnös? Annak okáért, akik az Isten akaratától szenvednek is, ajánlják néki lelküket, mint hő teremtőknek jó cselekedvén. Ezt mondja itt ez a tanács, hogy ne rémüljetek meg attól a tűztől, ami megpróbáltatás véget támad köztetek. Hát minden szenvedés, a lelki szenvedés sem könnyű dolog, amikor azért szenved valaki, mert Istennek akar szolgálni. Nem bántotta azt az embertársát, és mégis szidja a másképp gondolkozó, aztán nem tudom én hova is kívánja az illető szemét, mert esetleg nem megy vele egyúton. Amikor fiatal ember voltam, az építőiparban dolgoztam, tetőfedő szakmában, majd üveges szakmából végeztem vizsgát, és hát ezek a munkatársak sajnos még munka közben is elmentek inni, meg maszekolni, aztán nem mentem velük. Azt kívánták, hogy az ilyen embert el kellene pusztítani. Hát mondom, lehet, hogy szerintetek nincs értelme élni, és akkor nem mentem el azokra a dolgokra velük, ahova ők elmentek. És ha végül azt mondtam, mivel hogy munkaidőben csináltátok ezt, most megmondtátok, hova mentek, de legközelebb legyetek szívesek, ne mondjátok meg, mert én értetek, nem fogok hazudni. És most szerencsétek, hogy nem jött az ellenőrzés, munkaidőbe maszekolni mentetek. Aztán el akarták osztani a maszek pénzt, amit ők kerestek. Azt mondja, hát teljesítményben dolgozunk, István, megérdemled azt, hárman vagyunk, és mi ketten elmentünk, és te egyedül dolgoztál itt a vállalatnál, és elosszuk három felé, az egy rész a tied. Mondom, köszönöm szépen, én nem kérek ebből. Hogy nem kérsz? Annyira meg vagy gazdagodva? Mondom, nem, ebből én nem kérek. Én csak a becsületes dolgot szeretem, és nektek is itt lett volna a munkahelyetek, kenn az idő, mert itt bármikor ellenőrzés, ezért kapjuk a fizetést. Aztán természetesen ezek a problémák mindig fokozódtak, és végül azt mondja a főnök, hogy István, vezessen el engemet az irodára. Elvezettem, a pártitkár volt, az építési minisztériumhoz tartozott ez a cég, és akkor azt mondja, hogy kiveszem magát ebből a brigádból. Mondom, miért valami rosszat tettem? Nem, azt mondja, szükség van magára ott a raktárba. Oda teszem, mint üveges szabász. Ketten vannak ott, és egy segédmunkás, és egy szakember. És azt mondja, megadom ugyanúgy a szombatját, és ugyanazt a fizetést, amit ott teljesítménybe megkaptak. Akkor felsóhajtottam, hogy megszabadultam. Egy ilyen kis körbe helyezett a Jóisten. Az egyik fiú avval akart engemet állandóan bosszantani, hogy amikor beléptem, akkor mindig káromolta a Jóisten szent nevét.
Szóval mondtam neki, te ide figyelj, még káromolod a Jóistent. A Jóisten azt mondja, hogy minden szóért számot kell adni az ítélet napján, amit mondtál, és az Isten nevét hiába felneved. És miért teszed ezt? És főként akkor, amikor én velem találkozott és belépett. Hát azt mondja, én is olvastam a Bibliát, Pista, és mondom, mit olvastál onnan? Azt olvastam, hogy az bünteti, kit szeret. Azt mondja, én azért káromolom, hogy ne büntessen, ne szeressen. Na mondom, a munkádért és a te dolgaidért itt veszed el a jutalmat, de azok, akik szenvednek Istenért, majd az Isten országába veszik el a jutalmat. És a Jóisten őrizzen meg, hogy így állítsd be magadat, hogy jobban káromold a Jóistent, mert a felelősséged mindig nagyobb lesz. A profétaság lelkének írásaiból olvasok ehhez az igéhez egy rövid idézetet Vejtestvérnőtől. Ez a törvény és a kegyelem csodálatos összhangjának a címe, amelyet az egyik testvérünk állított össze, kérve azt, hogy állítsuk össze Isten akarata szerint ezeket a drága kegyelmi ajándékokat. Így szól ehhez az igéhez ez a tanács Vejtestvérnőtől. A próbák és a szenvedések elviselése béketüréssel, ez a címe ennek. A kegyelembe való növekedésnek egyik fontos és nélkülözhetetlen eszköze, amelyet mennyei atyánk felhasznál megtisztulásunkra, a próbák és a szenvedések tüzes kemencéje. Amiképpen a földi szülők megfenyítik gyermekeiket, mert becsületes, rendes embereket akarnak nevelni belőlük, ekképpen Isten, ami mennyi atyák is megfenyíti, megpróbálja gyermekeit a szenvedések és a nyomor kemencéjében, hogy kiégesse belőlük a bűn salakját, és alkalmassá tegye őket a menny számára. Mert akiket szeret az Úr, megdorgálja, megostoroz pedig mindenkit, akit fiává fogad. Ha pedig fenyítést elszenveditek, akkor Isten úgy bánik veletek, mint fiaival. Ha pedig fenyítés nélkül valók vagytok, korcsok vagytok, és nem fiak. Bármely fenyítés ugyan nem látszik örvendetesnek, hanem keservesnek, utóbb az igazság békességes gyümölcsével fizet azoknak, akik általa gyakoroltatnak. Az elszenvedésén úgy értettem meg ezt, hogy a fenyítés ideje alatt nem zugolódok, nem panaszkodok, nem azt mondom, hogy Uram, nem teszem fel a kérdést, hogy miért engedte meg a Jóisten, mert fontos, hogy megértsük, hogy miért engedte meg. De mindezekben azt látjuk, hogy azért engedte meg a próbát, a szenvedést, mert szeret bennünket. Ahogy a szülők szeretik gyermekeiket, nem engedik, hogy rohanjon a pusztulásba, és azt mondja majd, úgy kell neki, hanem meg akarja menteni, óvni a bajtól, a veszélytől, és néha alkalmazni kell a fenyítést. Azt mondja, meg ne vond a gyermektől a vesszőt. Mert utána aztán jobb, ha a gyermek sír kétszer, mint a szülő egyszer, mert akkor már nagyobb baj van, hogyha a szülőnek kell sírni. Tehát az elszenvedés azt jelenti, hogy azt kérem Istent, hogy adj türelmet, békességet, hogy zugolódásmentesen el tudjam viselni, és erőt, mert erőre van szükség abban, hogy zugolódásmentesen el tudjuk viselni. Szenvedések nélkül senki sem növekedhet a kegyelemben, és juthat el a valóságos szentségre. Mert a földi élet kényelme, a kísértések édes, csábító hangja elvonja figyelmét a mennytől. Minden keresztény embernek szüksége van a szenvedések tüzére, a próbák ostorára, hogy felébredjen bűnálmából, meglássa elszenvedő állapotát, elnézést kérek, hogy meglássa elszenvedő állapotát, megutálja a földi élet mulandó örömeit, és felemelje szemeit a Golgota keresztre, a menny maradandó örömeire és örök életre. Még Jézusnak is szüksége volt szenvedésre, hogy mint ember eljuthasson a tökéletességre, így a fiú megtanulja azokból, amiket szenvedett az engedelmességet, és tökéletességre jutván örök idvesség szerzője lett mindazokra nézve, akik néki engedelmeskednek.
Miután az ember vele született alaptermészet az Isten törvénye iránti engedetlenség, makacság és kemény ellenszegülés lelkülete, azért a szenvedések tüzében kell meglágyulni, megolvadni, hogy minden salak kiégjen belőle. Hát boldog az az ember, aki meg tudja köszönni a szenvedéseket a jó Istennek, és ebben meglátni az Isten szeretetét. A Szentírás egy helyen azt mondja, hogy boldogoknak mondjuk kiket, a kevélyeket. Gonoszságot üznek, káromolják az Istent, és gyarapoznak. De itt Malakiás profétánál azt mondja az Úr, hogy ha megtértek és meglátjátok, akkor meglátjátok, hogy különbség van a között, aki szolgálja az Urat, és aki nem szolgálja. Ezt a megtért ember látja, meg kell ahhoz térni. A világ Istenének hatalmában van az, hogy örömöt, esetleg földi életükbe gyarapodást adjon azoknak, akik itt ezen a földön néki szolgálnak. Hiszen Jézusnak is felajánlotta. Hogyha leborulva imádsz engem, mindezt neked adom, mert az enyém, és annak adom, akinek akarom. Hát milyen alapon mondhatta ezt Sátán Jézusnak? Hát azon az alapon, hogy Isten, amikor az embert megteremtette, akkor mit mondott neki? Uralkodj! Neked adtam a föld feletti uralmat, hajtsd birodalmad alá mindent. És amikor engedetlenné vált Isten iránt, és engedett a sátánnak, akkor ezt az uralmat kivette át. Akinek engedelmeskedt. Azt mondja, akinek engedelmeskedtek, annak vagytok a szolgái. Az ember vele együtt a föld feletti uralmat, így mondja a Biblia, hogy világ Istene lett. Azoknak az Isten, akik nékik akarnak szolgálni, de ennek a vége a szenvedés, kárhozat és az Istentől való elfordulás. És Isten lehetőséget ad az embernek, hogy válasszon. Válaszd, azt mondja, az életet. És boldog az az ember, és boldogok lehettek ti is velem együtt, akiket Isten megszólított és engedtünk ennek a hívásnak. Isten nem kényszerített bennünket, hiszen elmondja a Jeruzsálem népének, hogy hányszor akartalak én titeket összegyűjteni, mint kotlós az ő csirkéit, és miért nem gyűjtötte össze? Szóval, mert ti nem akartátok. Hát ha nem akartok hozzám jönni, hogy életetek legyen, hát ő nem kényszerít. Ezt a döntési lehetőséget meghozta, de Isten látja minden emberben a vágyat, születésétől kezdve, még megszületésünk előtt is ismert bennünket, és tudja, és olyan lehetőséget ad Isten vejtestvérnőn keresztül, azt mondja, hogy olyan lehetőségeket ad, hogy felismerje az igazságot, és alkalma legyen elfogadni azt. Azt hiszem mindenki az ő megtérésről tudna egy ilyen példát mondani, hogy hogy ismerte meg az igazságot, és milyen vágy támadta a szívébe, hogy erre nem kényszerítette senki, hiszen családon belül is, még gyermekeinknél is tiszteletben tartjuk ezt. Hát nem örülünk annak, ha a gyermekeink nem járnak az Isten útján, de nem tudjuk átadni a lelki dolgokat úgy, mint az anyagi javainkat. Amink van, azt rájuk irathatjuk, a pénzünket odaadhatjuk, ha van belőle, de ezt a hitet, ezt nem lehet odaadni. Ha mégsem járnak az Isten útján, feltesszük a kérdést, hol rontottuk el, mibe vétkeztünk, mi az oka annak, de nem mindenki a hit. Hiszen a szoros együttlét is, azt mondja a Szentírás, hogy ketten vannak a mezőn, egyik felvétetik, a másik otthagyatik, és még ennél szorosabbat mond, hogy ketten feküsznek az ágyba, egyik felvétetik, a másik otthagyatik. Tehát itt az együttlétnek, a földi életnek az együttérzése nem azt jelenti, hogy mind a kettő a mennybe megy. Tehát ezt kell így elfogadnunk az Istentől. A próba és a kísértés között különbséget kell tennünk, és erről beszél Jakab apostol, amikor azt mondja itt az első fejezetének, Jakab apostol első fejezetének a következő versei. Teljes örömnek tartsátok, atyám fiam, amikor különféle kísértésekbe estek.
tudván, hogy a ti hiteteknek megpróbáltatása kitartást szerez. Ugye a próba egyben a lehetősége a kísértésnek is. Minden próbában benne van az a lehetőség, hogy Sátán azt akarja, hogy a próba ne javunkat szolgálja, hanem menjen át kísértésbe. Az Isten nem kísért, azt mondja itt Jakab apostol levelében, ugyanebben a fejezetben, a 13. versnél találjuk meg, hogy senki sem mondja, amikor kísértetik, az Istentől kísértetem. Mert az Isten gonoszsággal nem kísérthető, ő maga pedig senkit sem kísért. Hanem mindenki kísértetik, amikor vonja és édesgeti tulajdon kívánsága. Azután a kívánság megfogomzán bűncül, a bűn pedig teljességre jutván halált nemz. Tehát nem az Istentől van a kísértés, de ő megengedi a Sátánnak, hogy megpróbáljon bennünket. Ugye Jobb élet történetéből tudjuk, amikor azt mondta Isten, látta-e az én szolgámat, Jobbot? És akkor mit mondott Sátán, hogy ne szolgálna tégedet? Sem mindennel elláttad, csak próbáld meg, majd meglátod, hogy szemtől szembe megtagad téged. Istentől volt ezek, amit a Jobb életébe történtek, hogy elvette vagyonát, utána elvette gyermekeit. Te azt mondja, mezítelen jöttem ki az anyámtól, úgy megyek vissza az Urat, az Úr vette, legyen áldott az Úr szent neve. De határt adott Isten Sátánnak, hogy mennyit tehet, határt ad. És ezt ne felejtsük el. Azt mondja, nem hagy feletté kísérteni, mint hogy elszenvedhetjük, sőt a kísértésből is a kimenekedést megadja. És akinek az életében Isten megengedte a próbát, ha szülők szeretik gyermekeiket, meg akarnák óvni minden bajtól és szenvedéstől, de sokszor javukat szolgálja az, amit Isten megenged életükbe, vagy a szülői fenyítés. Bár jelenleg nem látszik örvendetesnek, hanem keservesnek, ám a békességes gyümölcsével füzet azoknak, akik általa gyakoroltatnak, vagy említettem, hogy elfogadjuk az Istentől, és ő ad nékünk erőt, és azt mondja, nem hagy feletté. Zsidókhoz írt levélnek a 5. fejezetéből azt olvasom itt a 8-tól a 9. terjedő verseiben, amikor olvastam ebből a könyvből, hogy Jézusnak is megengedte, azt mondja, ám bár fiú megtanulta azokból, amiket szenvedett az engedelmességet, és tökéletességre jutván örök üdvesség szerzője lett mindazokra nézve, akik néki engedelmeskednek. Hát ugye a próbamentes idő az, ami testeinknek jobban illik, mint a próba, a szenvedés. És hát a próba az mindig szenvedéssel jár, úgy látszik, de Isten azt mondja, nem hagy bennünket magunkra, és nem engedi, hogy fölöttébb Sátán gyötörjön, mint ahogy Jobb életénél is határt adott. Hát ott elég messze engedte el Sátán Jobbot, ugye, mert a próbába, a szenvedésbe, azt mondja, csak életét kíméld meg. Többit mindent megengedett. Amikor már olyan betegsége volt, hogy a feleségét is felhasználta Jobb ellen, aki azt mondta neki, hogy átkozd meg az Istent, és hallj meg. Nem gondolom, hogy nem szerette az ő férjét, hanem inkább sajnálta már, hogy vége lesz a szenvedésnek. Mikor valaki meghalt, édesanyám szegény mindig azt szokta mondani, hát fiam, csak hogy nagyobb baja nem történt. Hát mondom, mi az édesanyám ennél nagyobb baj? Az fiam, mikor szenved, várja a halált, és nem jön, és felsóhajt, meghalt, nyugossza, a Jóisten nem fáj semmilyen. Ugye hát így volt Jobb is, hogy a felesége úgy értékelte, hogy jobb volna meghalna, mint szenvedne tovább. De az Isten megengedte, és azt mondja, az Úr adta, az Úr vette, áldott legyen az ő szent neve, és megdicsőítette Istent a szenvedésbe. Itt a zsidókhoz írt levél 12. fejezetből olvasom a következő igéket, amely ide vonatkozik, így szól.
Annak okáért mi is, kiket a bizonyságnak így nagy fellege vesz körül, félretéve minden akadályt és megkörnyékező bűnt, kitartással fussuk meg az előttünk lévő küzdőtért. Nézvén a hitnek fejdelmére és bevégzőjére Jézusra, aki az előtte lévő öröm helyett megvetve gyalázatot, keresztet szenvedett, az Isten király székének jobbjára ült. Gondoljátok meg azért, hogy ő így ellene való támadás szenvedett el a bűnösöktől, hogy el ne csüggedjetek lelkeitekben elalélván. Mert még végig nem állattatok ellen, tusakodván a bűn ellen. Elfeledkeztetéke az intésül, amely néktek, mint fiaknak szól. Fiam, ne vesd meg az Úrnak fenyítését, se ne lankadj, ha ő dorgál téged. Mert akit szeret az Úr, megdorgál, megostoroz pedig mindenkit, akit fiába fogad. Ha fenyítést elszenveditek, akkor veletek úgy bánik az Isten, mint fiaival, mert melyik fiú az, akit meg nem fenyít az apa. Ha pedig fenyítés nélkül valók vagytok, melyben mindenek részesültek, korcsok vagytok és nem fiak. Aztán, ami testi apáink fenyítettek minket és becsültük őket, avagy nem sokkal inkább engedelmeskedjünk a lelkek atyának és élünk, mert ám azok kevés ideig tetszésük szerint fenyítettek, ő pedig javunkra, hogy szentségbe részesüljünk. Bármely fenyítés ugyan jelenleg nem látszik örvendetesnek, hanem keservesnek, ám utóbb az igazság békességes gyümölcsével füzet azoknak, akik általa gyakoroltatnak. Vagy akik Istentől fogadják, és nem azt kérik, ahogy említettem, hogy vedd le a próbát, hanem azt kérik, adj nékünk erőt. Jézus a Máté evangéliumának az 5. fejezetének a tisztül a 12. versében olvashatjuk, boldogok vagytok, ha Krisztus nevért gyalázat ér benneteket. Mert így háborgatták a prófétákat is. És ha még megengeditek, bár az óra 12-t mutat nekem, illő volna áment mondani, még ha megengeditek, na aranyosak vagytok, köszönöm szépen. A 175. oldaláról idézve olvasok ennek a könyvnek egy ilyen tanácsot, amely a következőképpen szól. Így írja Vejtestvérni ezt a szenvedést. A szenvedések és az üldözések által Istennek dicsősége jelleme nyilvánul meg kiválasztott gyermekeiben. Habár ezen a földön a keskeny uton hallad és a nyomor tüzes kemencében tisztul meg, azonban a nehéz küzdelmek, keserű tapasztalatok, önmegtagadás közepette is követi urát, mind ezek által megtanulja meggyűlölni a nyomort és a szenvedéseket okozó bűnt. Ugye a bűn átka lett osztályrészül nékünk, mivel ősszerünk a halált választák. Az ellenség semmit sem tehet az igazság ellen, hanem csak az igazság érdekében. Isten azt akarja, hogy az igazság közismert legyen még akkor is, ha az ő gyermekei ellen irányuló gyűlölet és megvetés árán történik. Minden harc és üldöztetés eszköz Isten kezében oly lelkek felébresztésére, akik ennélkül tovább szunnyadtak volna. Tehát azt mondja, hogy a sátán semmit sem tehet az igazság ellen, csak az igazság. Nem gondolja azt, még azt sem gondolta, hogy amikor Jézust halálra adta, a megváltás segítette elő. Ugye nem gondolta azt. Így volt megírva, így kellett szenvedni, de nem iratik javára, mert nem szeretetből, hanem gyűlöletből tette azt. Tehát ne dicsekedjen abban. A következő gondolatok arra figyelmeztetnek bennünket, hogy a szenvedés egy olyan operáló kés a mennyei sebész kezében, amelyet azért sebez meg, hogy eltávolítsa a bűn halált hozó rákos daganatát, hogy meggyógyítson, azért ne féljünk ezen áldott műtéttől. Ugye azt mondja, ne rémüljetek meg ettől, ne féljünk. Bármely fenyítés nem látszik örvendetesnek, hanem keservesnek. A Jóisten segítsen bennünket, hogy el tudjuk viselni ezt a szenvedést türelemmel, béketüréssel, és
megismételve az előbb mondottokat, ne azt kérjük, hogy vedd le rólam, Uram, a próbát, amely által meg akarsz tisztítani, hanem adj erőt, hogy alázatosan, zugolódásmentesen el tudjuk szenvedni. Így szól még ez a befejező gondolat, amit olvasni kívánok. Eljön az idő, amikor Istennek népe érezni fogja az üldözések kezét, mivel szentnek tartják és megünneplik a hetedik nap szombatját. Isten népe azonban szilárdan kiáll Istenét, az Úr pedig cselekedni fog értük, és világosan megmutatja, hogy ő az Istenek Istene. Amikor tehát majd a szombatért kell szenvedni, így szól az Úr, ti vagytok a földnek sava, ne vonuljatok vissza a világtól azért, hogy megmeneküljetek az üldözésektől. Tehát azt mondja az Úr Jézus, hogy ne vonuljatok a világtól vissza, azt mondja, legyetek tiszták, fedhetetlenek, hol? Ez elfordult nemzetség közepette, köszönöm a kicsit. Elfordult nemzetség közel, legyetek tiszták, fedhetetlenek, ez elfordult, elvetemedett nemzetség közepette, ki között fényletek, mint csillagok a világon. Segítse a Jóisten bennünket, kedves testvéreim, hogy valóban a szenvedés, ha próba ér bennünket, akkor meg tudjuk köszönni a Jóistennek, mint ahogy az a gyermek is megköszöni a szülőnek, amikor esetleg megverte. Köszönöm szépen. Ha akkor azonnal nem is, de legalább időskorban megértette, hogy azért kapta, mert szeret. A Jóisten szeretetét pedig nem vonhatjuk kétségbe, mert életét áldozta fel értünk, és azért, amit ő cselekszik, legyen meg az akarata, csak a szenvedések ne legyenek a mi életünkben olyanok, hogy megbánjuk azt, hogy az Úrnak szolgáljunk, mint az az ember, akit idéztem, hogy én azért káromolom, hogy ne szeressen, ne büntessen engemet. Jézus azt mondja, itt ezen a földön nyomorúságtok lészen, de bizzatok, én meggyőztem a világot, és aki győz, megadom annak, hogy a király székeben üljön velem, amiképpen én is győztem, és ültem az én atyámmal az ő király székében, amelyet a Jóisten adjon meg mindannyiunknak az ő kegyelméből. Amen. Hajtsuk meg fejünket egy imához. Jóságos mennyei édesatyánk, Jézus Krisztus drága szent nevében emeljük fel imádkozó szavunkat hozzád, amikor megköszönjük, hogy tanítottál bennünket a te szent igédből, és arra figyelmeztetsz, hogy ne rémüljünk meg attól a tűztől, amely megpróbáltatás véget támad köztünk. Kérünk, adj erőt nékünk, Jézusunk, hogy türelmesen, zugolódásmentesen el tudjuk viselni a próbákat. Köszönjük, hogy az Úr Jézus Krisztus vére által testvérekké tettél bennünket, és együtt lehettünk. Köszönjük, drága Jézusunk, hogy még szószólónk vagy, és esedezel érettünk, és felbátorítasz bennünket, hogy járuljunk bizodalommal mindig a kegyelem királyi székéhez, hogy irgalmasságot nyerjünk, és kegyelmet találjunk alkalmas időben. Azt is köszönjük, hogy ígéretet adtál nékünk arra nézve, hogy amit könyörgésünkben kérünk sokszor, ahogy kell, nem tudjuk, de a Szentlélek kimondhatatlan fohászkodással esedezik, és megköszönjük, hogy kiegészíti gyenge, erőtelen szavainkat. Köszönjük, hogy mindez idáig megtartottál bennünket, megőriztél, és ha próbát engedtél életünkben, akkor add, hogy mindig hozzád forduljunk erőért, hogy ne tagadjuk meg a te szent nevet, hanem dicsőítessék meg a szenvedések által is a mi életünk által életed. Áld meg testvéreimmel, akikkel megállok orszád előtt, áld meg a feleségeket, férjeket, a gyermekeket, a szülőket, akikért naponta felemeljük szavunkat, mert szeretnénk velük együtt ott lenni a te országodba. Tartsd meg őket is, drága Jézusunk, mert szeretnénk azt mondani, mikor eljössz majd, hogy itt vagyunk, Urunk, mi és szeretteink is, akiket nékünk adtál. Hallgassad meg könyörgésünket, és segíts bennünket, hogy megérthetnénk az időket, amelyben élünk, és míg talán másokat szeretnénk megmenteni, ad, hogy mink is a megmentettek között lehessünk.
hogy felemelhessük szavunkat, hogy ima mi megváltunk, akit mi vártunk, hogy örüljünk és örvendezünk szabadításodba, hogy ott lehessünk, ahol egy örök életen át dicsőíthetünk, magasztalhatunk, ahol nem lesz kísértés, nem lesz bűn, hanem ahol örökös öröm lesz, és eltűnik minden fájdalom és sóhaj. Köszönjük, hogy ígéretedet beváltod rajtunk, amennyiben hűségesek leszünk és maradunk, amért áldjuk, dicsőítjük, magasztaljuk szent neved, most és mindörökké. Amen.